Üdvözöllek, Attila! Ma nézzük meg, hogyan lehet egy ilyen bootstrappes WordPress témát átalakítani blokkosra. Mármint, hogy nem bootstrapről blokkosra, a blokk bootstrapes marad, csak hogy lehet felszeletelni darabokra. Ugye én sávnak hívom a tartalmi rész egy ilyen sávját, hát például itt az a háttérkép tart, az egy sáv, aztán ez a következő egy sáv, amit a kipróbálom gombokig, tart, aztán a következő sáv megint, ahol a háttér van, stb. 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 És mindegyiket felszeleteljük a lehető legkisebb értelmes darabokra. Ugye ez a sáv, ez fog kapni egy címet, ez lesz a címe, ez lesz a, mint mondta, alcíme, vagy a tartalmi szövegrésze, fog kapni egy gombot, egy másik gombot, meg egy hátteret. Ugye a WordPress-ben ez egy oldalnak néz ki, ahol hát ez a diveket jelölő sok szolgáltatónál egy kicsit zavaró lehet, vagy ezen még lehet alakítani kéne. Ugye itt van egy ilyen, ugye így néz ki a shortcode, tehát ez a shortcode része, de hát a felhasználóknak ezt nem adhatjuk oda, mert ebben még az én szemem is eltéved. Ez itt egy sokkal érthetőbb dolog, ugye itt van a címe, a viszont nem lehet kijelölni, vigyázzat, a címe, a szöveg, a két gomb, meg a háttér még hiányzik. Tehát rákattint az ember, akkor itt lesz egy ceruza, ez a Short Cake nevű plugin, ami most be is fog kerülni a WordPress-be, valamilyen formában, és akkor itt az első ennek a, lehet látni, nincs is benne a címe, ennek, ezek az első sávnak a címe az az oldal címe, tehát ez. Menjünk vissza a szerkesztőbe, ugye a tartalom itt van, honlap többsoros leírása, szépen meg van neveze magyarul, hogy tudja a felhasználó, tehát a honlap szerkesztője, hogy itt mit kell ide beírni. Ezek posztválasztók, amik a blokk típusú posztokból válogatnak, tehát nem jelenít meg semmit, hanem legalább egy karaktert be kell gépelni. És ugye itt ez a két gomb, ez a baloldali tartalom, az a kipróbálom gomb, jobboldali tartalom, meg a videó gomb. Jó, akkor ezt nézzük meg, ezeket a gombokat, itt a blokk nevű custom posztályban. Ugye a videó gomb, az szintén egy shortcode. Nézzük is meg a kódját. Ez egy ilyen short kód, aminek itt vannak a paraméterei. De ha rákattintunk, akkor itt a ceruzában meg is lehet látni. Van egy felirata, van egy hivatkozása, itt föl lehet sorolni gombtípus, vagy föl vannak sorolva a gombtípusok, amiből ki kell választani, melyik fajta gomb ez, amelyik ez most, szóval ez milyen fajta gomb, és akkor itt meg egy target blanket is lehet neki adni. És akkor ugye ez a blokk, ez azért egy blokk, mert ez egy olyan gomb, ami újra felhasználható akárhányszor, pont ugyanezt be lehet rakni való máshova, és nem kell újra beparaméterezni, tehát nem kell megadni ezeket a paramétereket itt, vagy nem kell kattingatni se, hanem csak simán be lehet rakni valahova, ahol van neki helye, úgy értem. Akkor a kipróbálom gomb az nagyon hasonlít ehhez, az is egy sima shortkód, van neki ugyanúgy felirata, URL-je, gomb-típus, új ablakban nyíljon meg, vagy ne, és így néz ki a shortcode kód része. Ezt én magam sem szoktam nézegetni, mert ez tele van kis pöcök bütyökökkel, aztán ez így bonyolult. Jó, tehát ugye az első sáv az abból állt, hogy bele lett rakva két gomb. A második sáv, ez a nyilvántartó rendszer című. Jaj, ez nem ennek, jó. Annak ugye itt a címe. Ugye még arról annyit, hogy a végnagybetűseket azt majd azt úgy kéne csinálni, hogy mindenképpen CSS-ből legyen nagybetű, semmi szín alatt ne legyen végnagybetű, mert ez nem látogatóbarát. Aztán itt a leírása, és akkor megint itt ki lehet választani egy blokkot, ami végül is a hasa ennek a termékes sávnak, tehát ez a tartalmi része.
És akkor a termékek listája rövid. Nézzük meg ezt a blokkot, mi van ebben benne. Termékek listája rövid. Ugye ezt azért kellett csinálni egy tartalmi blokkot, mert ebben több termék van, ugye itt az ikonokat számolva 1, 2, 3, 4, stb. 6, és nem lehet ugye ismétlődő mezőt csinálni ezzel a blokkal, ezért egy külön blokkot ki kell jelölni arra, hogy ezeket az ismétlődő részeket gyűjtse. És ugye akkor ez is egy blokk, ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy matrióska babát, így egymásban dugva. És akkor ennek is ugye olyan leírása, mindenféle paraméterei, meg azt, hogy van milyen gomb legyen benne. És akkor a következőnek is van leírása, stb. Neve, milyen gomb legyen benne, milyen ikonja legyen, stb. Ez itt egy CSS sprite-ból szedik ki a képet, tehát kerüljük a sok pici PNG-nek a fölhalmozását. Ez egy 2, 4, ez egy 6-os CSS sprite. Ha kell még kép, akkor majd szólnak nekem, berakom a CSS sprite-ból, beprogramozok ide még egy lehetőséget, és már kész is van. És így tovább, és akkor ez volt ugye a tartalmi része. Hát, hogy is néz ki akkor ez kódban? Kódban úgy néz ki, ez egy segédfüggvény csak itt a tetején, hogy először itt a shortcode új, tehát a shortcode-nak a felhasználói felejtet kell regisztrálni egy függvénybe, ezt úgy hívom, hogy a shortcode neve, tehát OLM gomb, mert szóval shortcode függvény neve, aláhúzás shortcode, aláhúzás UI, és ha megnézzük, akkor itt az initben meg be van regisztrálva a gomb nevű shortcode-nak ez a függvénye. Akkor keressünk is rá a függvényre. Hopp, itt is van. Ez tulajdonképpen a shortcode függvény, ez egy teljesen hagyományos WordPress függvény, ami azt csinálja, hogy egy shortcode dér cserébe kiköp egy kupac HTML-t. Ugye ez itt vannak ilyen gomb típusok, amik klasszokkal vannak jelölve, ezek a te klasszaid, ugye, aztán itt a linket is be lehet állítani, hogyha üres, akkor rak bele egy kettős keresztet, és akkor a végül ez itt a business része a dolgoknak, ez ugye egy sprintf függvény, ami egy gyönyörű, szép templétből csinál egy HTML-t, és azt return-nel visszaköpi. A másik függvény, amit minden shortcode-hoz kell írni, az a shortcode user interfésze, magyarul a shortcake, amiben először is definiálni kell a mezőket, amik, tehát magyarul a shortcode attribútumait, ami vizuálisan mezőkét jelenik. Meg itt szépen kell adni neki egy címet, meg egy leírást, ami a leírás az segít ugye megérteni, mire is való, típust, és mert ez a label, ez a shortcode attribútumnak a neve, ez meg a típusa a mezőnek. Van például rádiógomb típus, meg itt van text típus, rádiógombnál is beletáltunk, milyen rádiógombok legyenek, stb. Stb. És akkor, ha megvan az összes shortcode attribútumhoz a mező, akkor itt ebbe az utolsó tömbben még meg kell adni a dolgokat, hogy mi legyen ennek a shortcode-nak a vizuális, hogy milyen legyen meg a címe, milyen címe legyen. Aztán itt meg lehet adni egy dash ikont, ugye ez a WordPress-nek a beépített ikonkészlete, hogy melyik ikonja legyen, ezt meg lehet találni Google-ben, ez az első találat dash ikonra, ez a honlap, ahol lehet keresni, de meg is mutatom inkább. Be kell írni, de hogy dash ikon. Egy hát kihagytam. Igen, már ki is találta, és akkor ez az első találat. És akkor itt lehet nézelődni, 100 ikon van, de lehet keresni, és mit tudom, kárt, és akkor rá lehet kattintani, és akkor itt írja ki azt a CSS klaszt, amit be kell majd másolni a kódba. Menjünk ide vissza. Itt ugye az jelenik meg, hogy milyen fajta tartalmakba lehessen beszúrni ezt a shortcode-ot. Hát van, amit oldalba is be lehet, meg blogba is, de van, amit csak blogba lehet, mert egy olyan alapvető építőkocka, amit nincs értelme egy oldalba beszúrni. És akkor itt az előző tömböt ugye elővesszük, amit definiáltunk, itt szépen beregisztráljuk a shortcake-be ezzel a regisztrációs függvényel, és kész is vagyunk, már csak építkezni kell. Ha lefelé megyünk, és megnézzük, hogy meddig csináltam meg, akkor lehet látni, hogy az előnyökig csináltam meg, amit Product Advantage-nek hívtam. Ugye ez köpi ki a HTML-jét, itt van benne egy
változó, meg itt egy másik. Itt szépen az sprintf-nek itt a két függvénye, paramétere, és akkor visszaköpi a HTML-t, az a return output. Ez pedig a két mezőnek a felhasználói felülete, ugye itt megvan adva, hogy termék előny sorszáma, az nézzük is meg, hogy hol van ez. Termék előny sorszáma. Ez szerintem az oldalakban lesz. Igen, a rendszer előnyei. Termék előnyök listája, jó, akkor nézzük meg ezt a blokkot, ami a termék előnyök listája. Ez, ebbe szerepel a 1, 2, 3, 4, 6 darab termékelőny, és akkor mindegyik rá lehet kattintani ceruza, és be lehet állítani a sorszámát neki, meg a szövegét, és akkor mikor megjelenik, pont úgy néz ki, mint ahogy előző tőle kinézett, csak most már dinamikus. Hát, minden jót kívánok neked, majd ez alapján készíts árjánatot. Minden jót neked, szervusz!